az Albert stadionban. Visszavágok, nem hiszem, onnan elfutott. Andrezinho indít, Kembri, középen Heinz, bevarázsolják a lábára, Heinz még gólhelyzet, és ott a Ferencváros vetőgólja, Marek Heinz 1-0 Radinak a 40. percben. Egy fantasztikus kont végén, Skembri és Heinz mattolta a lila-fehér védelmet, elsőre még elakadt egy újpesti játékosban a lövés, másodjára azonban hiába ért bele Balajca, nem tudta megakadályozni Marek Heinz gólszerzését. Pedig hát lehet látni, gyakorlatilag három újpesti védő vette körbe Marek Heinzet, és mégis sikerült a cselégiósnak gólt szereznie. 1-0 a Ferencvárosnak, nem sokkal az első félidő vége előtt. Hát ez a gól mindenféleképpen nyugtatólag hathat a Ferencvárosra, és érkeznek azonnal az amúgy meg nem engedett ugye pirotechnikai eszközök, amikről pont beszéltem. De hát én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik egy mérkőzéshez. Kós János tánccal énekes, legendás ferencvárosi szurkoló, innen a pálya mellől, pár öcsi pedig onnan föntről az égből nézi a Ferencváros gólját. Azonnal talpon természetesen az egész Üllői úti stadion. Ott még egy lila majom fölkerült a kerítésre. Van belőle nem egy egyébként itt az Üllői úti stadionban.